Tulajdonképpen mi a Dr. House munkáját látjuk el, nálunk nyomozás történik, és én mindig azt mondom, hogy megpróbáljuk a gyöngyszemeket megtalálni. De a Dr. House sorozatban gyakorlatilag azokat az eseteket látjuk, ami nálunk is mindennapokban előfordulnak. A Semmelweis Egyetem ritka betegségek intézetét jellemzően olyan betegek keresik fel, akiknek a sokszor évek óta tartó kínzó tüneteire még nem született diagnózis. Az intézet fekvő és járó beteg részlegén folyamatosan folyik a nyomozás és a már diagnosztizált betegek kezelése. A ritka betegségeknek a definíciója tulajdonképpen az előfordulási gyakoriságon alapszik. Ha 10 000-ből kevesebb, mint 5 embernek van az adott betegsége, akkor azt már ritkának minősítjük. Általában elég hosszú odüsszeát tesznek meg a betegek, amikor megszületik a diagnózis. Kb. 19 000 tünetet ismerünk, ezért el lehet képzelni, hogy mennyiféle kombináció jöhet ezekből létre. Van úgy, hogy hosszú hónapokat kell foglalkoznia a betegség különböző tüneteivel, ezek társulásával, vizsgálati eredményekkel, amik körvonalazódik, hogy milyen betegségről lehet szó. Van olyan szerencsés betegünk, akinek sikerül akár néhány hónap alatt is felállítanunk a diagnózisát, de általánosságban azt mondhatjuk, hogy ez kb. 5 és 20 év között van, és általában 3-4, esetleg 5 téves diagnózisa is van a betegeinknek. Jelenleg 11-12 betegünk fekszik az osztályon. Kettőjüknek már van is genetikailag igazolt diagnózisa, és ők sajnos az alapbetegségből fakadóan elég elesett állapotúak is. Ebben a korteremben egy olyan hölgybetegünk fekszik, akit korábban több intézményben Parkinson-kórhoz hasonló tünetek miatt vizsgáltak, de a klasszikus diagnózist nem tudták felállítani. Az agyban fémfelhalmozódás látszott, és ez alapján mi genetikai vizsgálattal állapítottuk meg, hogy az ő baj egy agyivastárolással járó neurodegeneratív betegség. A csupán 10 éves intézetben a neurológusok mellett dolgoznak klinikai genetikusok és molekuláris biológusok is. A saját laborban elvégzett génvizsgálatok segíthetnek a diagnózis felállításában. Egy átlagember esetében 100 000 ponton térünk el ebben a kóduló szakaszok tekintetében a referenciától, tehát az átlagos egészséges szekvenciától, és ezek az eltérések közül történik ezen ritka örökletes betegségek kapcsán annak az egynek az azonosítása, ami a betegségért felelős. Kisgyermekkorban, illetve születés után a megjelenés, valamint bizonyos társuló tünetek felhívják a figyelmet genetikai betegségek gyanújára. Ugyanakkor ez még kicsit olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban. Mesterséges intelligenciát használó arcfelismerő programok tulajdonképpen segítenek abban, hogy leszűkítsük a lehetőségeknek a listáját, és egy hipotézis felvetés mentén tudjunk célzottabban vizsgálni. Egy Google generált fotóról van szó, és itt látható, szépen fel vannak sorolva különböző arcvonások, arcjegyek. Szépen láthatjuk a felsorolt különböző szindrómákat, hogy melyeket tart a program a legvalószínűbbnek. Most ezek alapján láthatjuk, hogy itt mondjuk a Williams-szindrómára az arcprofil alapján egy igen magas valószínűséget adott meg. Ezért én most célzottan tudok már csak a Williams-szindrómára a genetikai vizsgálatot kérni. Ez a program nem mondja meg a diagnózist, tehát ez nagyon fontos. Ezek egy döntéstámogató módszerek, nem megkerülhető a tapasztalt klinikusnak a személye. Nehezen megoldódó probléma volt egy fiatal hölgynek az esete. Egyik pillanatról a másikra mozgásai nagyon lelassultak, kényszertartásba kerültek a végtagjai, és ehhez még zavartság is társult. És a hölgynek a családi anamnézisében kiderült, hogy édesapjának időskorában voltak ilyen kényszertartással járó tünetei, de nagyon enyhék. És ez volt az a momentum, amikor arra gondoltunk, hogy talán ez egy örökletes dolog lesz. Olyan Parkinson-korszerű korkép alakul ki, amelyben ezek a kényszertartások vannak, és ami a legizgalmasabb, hogy általában valamilyen trauma vagy társbetegség kell hozzá, és hát a genetika oldotta meg ezt a rejtélyt.
A ritka betegségek jellemzően mennyire gyógyíthatók betegségek? Ha abszolút értékben kell kifejezni, akkor kevés számú betegség esetében van valódi oki kezelés, tehát ahol magát a betegségnek az okát próbáljuk meg megszüntetni, de jóval túlmutat egy ilyen genetikai diagnózis megszületésének a jelentősége a kezelésen. A tünetek megjelenése előtt ismerté válik a genetikailag meghatározott hajlam egy betegségre, akkor nem biztos, hogy ez mindig nyilvánvaló, hogy ezt valaki szeretné tudni például. Tehát ez egy folyamatos szorongáshoz vezethet. Ez egyik a legnehezebb kérdéseknek egy ember életében. Olyan betegségeket, amelyekben nincsen beavatkozás, azokat nem szoktuk megmondani, hiszen csak fölösleges stresszet okoznánk az illetőnek az életében, és nem is biztos, hogy minden egyes talált genetikai hiba meg fog jelenni betegség formájában. És abban az esetben is, ha sok alkalommal, ha meg is születik mondjuk egy genetikai diagnózis, és nincs terápia, akkor nagyon elhanyatottnak, egyedül érzik magukat, hiszen önmagában egy diagnózis még nem fogja az életminőségüket javítani. Ebben a kórtermünkben egy fiatal férfi beteg fekszik, aki egyébként egy határon túli magyar. Otthon a házi orvosánál akaratlan mozgások és memória problémák miatt vizsgálták, nem született meg a diagnózisa. Ő most már Magyarországon él, és nekünk elmondta, hogy az édesapjának is hasonló betegsége volt, ami alapján felmerült örökletes betegség, és nála igazolódott is genetikai vizsgálattal a Huntington-kór. Nagyon különleges és sokszínű emberi sorsokat ismerhetünk meg, és hát csodálatos mondhatjuk ezt megtapasztalni orvosként, hogy egy kicsit beleláthatunk igazán, meg elbeszélgethetünk a pácienseinkkel, és erre van lehetőség. A folyamatos nyomozói feladatoknak az ellátása igazániból folyamatosan új örömöket ad nekünk, és a betegeink pedig további megerősítést, hiszen annál nincs jobb érzés, mint amikor egyrészt ugye megtaláljuk a diagnózist, másrészt pedig tudunk is segíteni.